Új épületbe költözött a Székesfehérvári Matias Corvinus kollégium, melyet csütörtök este adtak át. A költözés már indokolt volt, hiszen régi központjuk a Grand Inkubátorház előadótermét már kinőtték, illetve a fiatal programba jelentkezők száma is megnövekedett. A Táncsis Mihály utcai ingatlan több tanteremmel, nagyobb előadóteremmel és egy udvarral is rendelkezik, ami lehetőséget biztosít, hogy bővítsék a Fit programot és nagyobb szabású előadásokat szervezzenek. Szalai Zoltán, az MCC igazgatója a megnyitón elmondta, igyekeztek olyan helyszínt választani, ami a város szívében található. A városi környezetben a legtöbb iskolához közel, mert hát nyilvánvalóan a képzések azok délutánonként, illetve hétvégenként kerülnek megrendezésre, és hát a rendezvények szempontjából is nagyon fontos, hogy a város polgárai egy olyan helyre tudjanak bebenni, ami mind a egy gyönyörű épített örökségről beszélünk egyrésztről, másrészt pedig egy nagyon jó elhelyezkedésről, és hát azt pedig ne felejtsük, hogy itt a királyok városában, a királysírokhoz közel, az országalmánhoz közel egy, egy igazi történelmi inspirációt és egy történelmi szellemiséget is közvetített az épület. Az MCC Fiatal Tehetség programja Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere szerint fontos szerepet játszott, és fog játszani a jövőben is, hiszen ez hozzásegíti a fiatalokat ahhoz, hogy hogy a legkorszerűbb tudáshoz juthassanak hozzá, és ezáltal itthon tudja tartani, vagy haza tudja őket vonzani a város. A tehetséggondozásnak kiemelt fontos szerepe van egy város és egy agglomeráció életében. Fontos volt, hogy nem csak Magyarország, hanem Európa egyik legnagyobb tehetséggondozó hálózata és közössége megjelent Székesfehérváron, ugye eddig egy kiváló, de bérelt helyiségben végezték a munkájukat, most pedig beköltöztek egy belvárosi ingatlanba, amit teljes egészében felújítottak, így megmentve valójában sokkal korszerűbbé téve egy belvárosi műemléki épületet. A megnyitó részeként az MCC diákjai zenés produkciókkal készültek, majd Orbán Balázs a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgetett Cserpalkovics András Huszárvágás című könyvéről, melyet harmadik alkalommal mutattak be az országba. Az alkotás Magyarország következő éveinek öt különböző politikai kimenetelét elemzi a jelenkor eseményeinek tükrében. Magyarországnak a következő években, évtizedben egy bravúros politikai mozdulatsort kell végrehajtania. Ugye a könyv az annak a a megközelítésnek a kibontását tartalmazó, hogy a világunk az blokkosodni készül, egyre több háborús konfliktus, egyre több gazdasági szankció, egyre több ellenségeskedés. Ez a kiinduló pont nem jó Magyarország számára. A Magyarországnak egy, egy stabil, egy nyitott, egy kereskedő világra lenne szüksége. Orbán Balás hozzátette. Könyvének írásakor számos külföldi akadémikus, volt politikus és elemző nyújtott segítséget, és szeretné, ha minél több helyre eljutna, és minél több ember megérteni álláspontját.